Köszöntöm a kemencés és grill ételek nézőit. Mai műsorunkban egy desszertet készítünk, és nem más készíti el nekünk, mint Európa bajnoki bronzérmes mesterszakácsunk Némedi József, és segítője, aki egyben lánya is, Némedi Enikő. Mi lesz ez a desszert, mit kell erről tudni? Egy nagyon hagyományos, nagyon régi magyar desszertet hoztunk el. Mi nagyon szeretjük, két okból szeretjük, egyrészt nagyon gyors, másrészt nagyon-nagyon finom. Ez pedig a teljes pite, amit nagyon egyszerű ételmi látni fogják, mindjárt nagyon könnyű elkészíteni, de azért csinálunk egy pici csavart bele, és csinálunk hozzá egy kis barackos mentás ragut, amivel majd ezt kínálni fogjuk. Enikő fogja összeállítani a pitét. A teljes pite alapvetően egy palacsinta tészta. Ehhez kell tej, tojás, liszt, cukor, csipet, só. Így van. Eni, légy szíves, akkor állj össze. Kezdjünk is bele. Ugye mondta apukám, hogy ez egy lényegében palacsinta tészta, viszont ezt nagyon hígra kell csinálni. Tehát 1 liter tejhez használunk 25 deka lisztet, 3 darab tojást, egy 10-15 deka cukrot, meg vaníliás cukorral keverve, meg egy nagyon minimális sót adunk majd hozzá. Ezt csomómentesre kikeverjük, és utána beletesszük egy kivajazott tepsibe, és mehet is a kemencébe. Ennyi az étel maga. Kevert közben. Az fontos, azért fontos, hogy ennek hígabbnak kell lenni, mert ha sűrűre csináljuk, akkor egy kicsit nehéz lesz a tészta. Ez föl kell hólyagosodjon, föl kell puposodjon, és egy kicsit remegős, laza, lágy kell legyen. Egyébként itt az Alföldön sok helyen csinálják, Lajos Mizse környékén különösen. Ott van egy nagyon jó barátom, aki ezt nagyon-nagyon profi szinten űzi, és ők csinálják igazán jól. Forrót kell, tehát forró sütő a lényege, és egy híg palacsinta tészta, ez a lényege. Rendben. Itt pedig látok az asztalon barackot. A gyümölcsökről egy kicsikét térjünk ki, hogy mennyire jó termés volt az idén. Hát a legnagyobb bánatomra a barackból sajnos kevés. Már azért is bánatomra, mert abból kevés pálinka fog készülni. Egyébként azt tudja, hogy min múlik az, hogy egy barackból pálinka lesz, vagy lekvár? Azon, hogy ki ér először haza. Tehát baraszból nem lett olyan termés, ez viszont nagyon jó lett a dinnyéből, idén nagyon sok gyümölcsünkből, jó szilva, nagyon szép lett, megy pálinkán nagyon jó lett, csak hogy halfejezzünk. Tehát idén a gyümölcsöknek egy nagy része jó, és jó áron elérhető is. Ehhez, amit mi készíteni fogunk, ez a sárga barack, ezt fel fogjuk kockázni. Használhatnánk lekvárt tulajdonképpen, de az olyan snasz lenne, hogyha mi csak egyszerű lekvárat készítenénk. Illetve mindig kell valami indokot találnunk, hogy miért is használunk alkoholt. Ugye mi azért varázsszert ebbe is fogunk tenni. Ugye vidámabban zajlik az élet, hogyha van a háznál egy kis pálinka. Ezzel azért meg fogjuk bolondítani ezt a barackot. És ami a különlegességet adja, hogy ugye a szabadtűzön készülünk, amint Enikő elkészül ezzel a tésztával, akkor azt beteszik a kemencébe, és mi pedig a grillen fogjuk megcsinálni hozzá ezt a ragut. Amit még itt látok Enikőnél, én mint kezdő háziasszony, én rögtön botmixerrel kezdeném ezt a pitének az alapjait elkészíteni, és hát fakanalat láthatunk. Ez mióból? Ez a technika ördöge. Ugyanis nincs a környékünkön botmixer. De hozzáteszem, nagymamáink receptjéről beszélünk, és nagymamáinknak nem volt botmixerük. Vagy ha botmixerük volt, áramuk biztos nem. Úgyhogy azért ők fakanállal dolgoztak, illetve ők olyan haberővel dolgoztak, ami már csak az emlékeinkben van, nem tudom, hogy látott-e már olyat, ami olyan, mint egy rugó. Igen. Szűkülő rugó, és ők azzal verték fel a habot, és sokszor nagyobb vagy keményebb habot tudtak verni, mint amit most mi csinálunk a botmixerekkel. Itt miközben szeleteli a mesterséfünk éppen a gyümölcsöt, esetleg mesélhetne nekünk is a kedves nézőknek, hogy európai bronzérmes mesterséf, de még számos eredménnyel büszkélkedhet. Igen, nem szoktam nagyon hivalkodni ezekkel, nem vagyok nagyon dicsekvő ember, bár hívő ember vagyok, ezt hozzá kell tennem. De én többször nyertem magyar bajnokságot, olimpián nyertem, világbajnokságon lettem helyezett. Ami miatt az Európa bajnokságra büszke vagyok, és ami miatt ezt sokszor elmondom, hogy én igen, Európa bajnoki bronzérmes vagyok. Amikor még nem volt ilyen divat ezek a főzős szakácsversenyek, mint most a Bocuse d'Or. Igen, most hanem akkor még csak kiállítottuk az ételeket, és úgy nézett ki, mintha, pedig nem is. Akkor én akkor jártam egy Európa-bajnokságon, ott élőbe kellett főzni 200 embernek, üvegkonyhában, ahol látnak bennünket minden. És ezen a versenyen sikerült elérni bronzérmet, ami azt gondolom, hogy akkor nagyon nagy dolog volt, ugye nagyon
nagyon büszke vagyok. És hát amire legbüszkébb vagyok, az most a Közép-Kelet-Európai országos szakácsversenye. Ezt én találtam ki, és az most már 8. éve zajlik. 52 csapat versenyzik az országból, ez egy nagyon-nagyon komoly versenyé nőtte ki magát. Miért tartja szívügyének a közétkeztetést és annak megversenyeztetését? A világban mindenhol egy közétkeztetői szakács az legalább akkora rang vagy akkora név, mint mondjuk egy Bocuse d'Or vagy mint mondjuk egy Michelin csillagos étterem séfe. Nálunk ez nem így van, nálunk a főzőnénik meg a háziasszonyoknak tartják őket. Nagyon-nagyon komoly szakemberek dolgoznak ebben a szegmensben, de nem ismerik el őket, ezért szerettünk volna teremteni egy olyan fórumot, ahol meg tudják mutatni magukat. Másrészt gyerekeink nőnek ott fel, és nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen minőségű ételeket, miket kapnak, és pont ez a szegmens az, ami kívül esik a látókörön, nincs igazán foglalkozva, nincs képzés nekik, stb. És ezért találtuk ki azt, hogy valamilyen módon mi is járuljunk hozzá, egy picit fejlesszük ezt az egészet. Így alakult ki ez. És milyen eredmények születtek, milyen ételek készültek el ezen a versenyen? Hát csodálatosak, ezekről készül kiadványkönyv. Most már 3. éve a Nébikkel csináljuk közösen, a Nébik a fő támogatónk. És az, hogy 52 csapat elindul az ország különböző részeiből, az így önmagában nem akkora szám. De ha belegondolunk, hogy mondjuk van egy lánc, aki csinál egy házi versenyt, és annak a győztesét nevezi be, így ezért az 52, ez azért lefedi Magyarországot. Ráadásul úgy készül ez a verseny, hogy van egy mentorálási program. Ugye ezek a csapatok nem jártak így versenyeken, ezért mentoráljuk, segítjük őket. És így lehetett az, hogy a Balatonlellei Füles Mackó bölcsöde országos döntőben szerepelt a Bocuse d'Or másnapján, ugyanabban a konyhában, ahol Bocuse d'Or is főzött. Azért Enikő már el is készült a teljes pitének a tésztájával. Kikeverni. Jó, mehet bele. Az előre megvajazott tepsibe, most akkor beleöntjük. Nem sajnáljuk a vajat alól, mert ugye ez egy picit... Át le is tapad, meg ízt is ad neki, és betesszük sülni. A valker. Kemenci. Felém. Oké. Okay. Jó. Ez kb. 5-10 perc alatt meg fog sülni. Annyi időnk van, hogy elkészítsük ezt a ragút. Felmelegítettük már előre ugyanezt a grillt, amivel eddig is dolgoztunk. Belerakjuk a barackot. Igen. És itt ezen a kis tárcsán, a grill tárcsán pedig. Enikőt megkérjük, hogy vágjon közben nekünk egy kis mentát. Persze, jövök. Teszünk el kis cukrot. Igen, segíts. Vigyázzunk, hogy ne égjen oda a cukor. Vaníliás cukor vanília, is kerül rá. Nem is sokáig, csak azt várjuk, hogy egy picit megpiruljon. Igen. Hozzáöntünk egy keveset a varázsszerből. Igen, házi pálinkában. Vigyázni kell, hogy ne lobbadjon be. Igen. Csak addig pároljuk vele, amíg az alkohol kimegy belőle. Picit karamellizálódik a gyümölcsünk. Miközben itt karamellizálódik a gyümölcs, addig esetleg elmondhatja, hogy mi a véleménye, hogy egyre több ilyen fűzőműsor van annak hatásairól. Ön szerint így egyre több fiatal merészkedik és vág bele a szakácskodásba? Hát az nagyon jó, hogy sokan próbálkoznak, az dicséretes, hogy egyre többen mernek odaállni a tűzhely mellé és főznek. Az is dicséretes, hogy a fiataloknak előbb megfőznek egy borsó főzeléket, mint hogy pizzát rendeljenek. Itt inkább a minőség a fontos, hogy azért ezek a főzőműsorok, ezek megmaradjanak valódi használható főzőműsorokká. Nekem is van több séf barátom, Wolf András például, vagy Pomberg Figyes, akik szerepelnek ilyen műsorokban. Azt gondolom, hogy a minőséget sokszor fémjelzi azt, hogy milyen rangú, milyen komoly séf szerepel benne. És már el is készült itt a barackos. Így van. Levesszük, és amikor levettük, azért fontos, mert ugye látni a szélén már karamellizálódik, nehogy elégjen, ilyenkor tesszük rá a mentát. Igen. Mégpedig azért, mert nem akarjuk elfőzni, szeretnénk, hogyha megmaradna a friss illata, a friss íze, a friss zöldessége. Nagyon különleges a menta meg a barack így. Különösen egy kis barackpálinkával bolondítva. Amikor itt kint dolgozunk, nem baj, hogyha egy kicsit rusztikusabbra, de nagyobb darabokra vágjuk ezeket a fűszereket. Nem kell mindig mindent túlaprózni, apróra vágni. Igazán, amikor itt lenn, amikor lenjárok, akkor mindig szeretek az egyik helyi
étteremben marhapörköltet enni, egész nagy kockára vágják, és ettől annyira jó lesz a hús, hogy valami borzasztó. Tehát a fűszerekkel is ugyanígy van, nem szabad túl vágni, nem szabad túl gondolni a dolgot. Jó, pár pillanat elkészül a pitink, közben látni, mert szépen hólyagosodik fel a széle, ez még körülbelül egy 5 perc, ráteszünk a ragit, és készen. És készül. A mentes baraszkos ragunk már elkészült, és már a pite is nagyon szépen megpirult. Így okay? van. Most már csak nincs más hátra, mint előre, meg kell tálalni. Így van. Ebből a raguból egy keveset a tányérra rakunk. Szépen elrendezzük. És itt miközben a mesterséfünk itt tálal, azért azt meg kell említeni, hogy ennek a nagymestere, Enikőnek a... Hát igen, otthon én szoktam ezt készíteni általában. És nálunk azért elég nagy keletje van, tehát nem szokott egy hosszú életű sütemény lenni. Igen, mert amikor már valami édeset ennénk, de nincs kedvünk semmit csinálni, akkor jön a jelsz, hogy Enikő, csinálj egy pitét. Egy finom teljes pitét. Egy finom teljes pitét. Nagyon szépen megpirult a teteje meg úgy. És látni, hogy remeg. Igen. Nem azért, mert fél, hanem mert nagyon-nagyon jó lett a tésztája. Ilyenkor egy picit várni kellene vele, hogy visszahűljön, hogy igazán szépen is szabályosan ki lehessen szedni a tepsiből. De most már nagyon éhes a stáb, úgy látom, úgyhogy ezt muszáj lesz kiszednünk. Akkor jó a teljes pite, hogyha nem tudjuk úgy kiszedni, mint egy hagyományos süteményt, nem tudjunk szabályos kockákat vágni belőle. Ugye az olaszok készítik a tiramisút, és nagyon-nagyon büszkék rá, miközben elkevernek egy cukros keverékkel egy mascarpone-t, és belakják a piskótát. És hogy mi vagy, ha elrontják, akkor is jöjjön, azt mondja az olasz, az a jó tiramisú, amit nem tudsz felvágni. Az jó krémes, lágy. Ez igaz a teljes pitére is, vagy kevert pitére is. Akkor igazán jó, hogyha egészen nehezen kivehető, ilyen lágy, omlós, kicsit-kicsit remegős állagú az egész. És ez itt abszolút mindenben passzol, és kimmel. Hát bíztunk benne, hogy sikerülni fog. Tetejére teszünk még egy pici olaszkot, vagy ha valaki szeretne mentát. És ehhez viszont egy jól behűtött, de bár tudom, hogy szabálytalan, de egy jól behűtött édes kis bort ajánlok. Mégpedig azért a jól behűtöttet, mert a hideg a meleggel nagyon-nagyon jól tud párosulni. Illetve, ha valaki szereti, akkor egy gombóc fagylalt, méghozzá egy citromos vagy fanyarkásabb ízű fagylaltot kell hozzá kívánni. Nem is kell ehhez több szó. Nagyon szépen köszönjük. Jó étvágyat!